Talán akkor ez egy új keletű felkapott dolog volt, amikor én még általános iskola vége felé hallottam erről a dologról, talán egy film volt a moziba, és az osztály apraja nagyja be volt lelkesedve, így engem is elfogott ez a lelkesedés, ez a lendület. Az osztálytársak kikoptak, és hát úgy tűnik, hogy a szorgalmam nekem, meg a kitartásom annál nagyobb volt, vagy a vonzalmam, hogy ott maradjak 40 év után is. 1980. október 31-én kezdtem itt a karate és sportpályafutásomat, hát nyilván először, mint tanuló gyermek, és hát ez végig kísérte az életemet. Később, ahogy elkerültem a középiskola után, akár Győrbe tovább tanulni, vagy pedig a katonaság alatt ott is foglalkoztam a karatéval, és 2005 óta az addigi vezetőtől, Győre Pista bácsitól átvettem ezt a bizonyos virtuális stafétabotot. Azóta én vagyok a Dombóvári Karatesulinak az elnöke. Országos diákolimpián is lettek bajnokaink, magyar bajnokságon is lettek bajnokaink, és körülbelül 2010 óta a magyar válogatottban is már felfigyeltek a dombovári utánpótlás nevelésre, és a magyar válogatott tagjaként is már jó pár Európa-bajnokságon, sőt világbajnokságon is szerepeltünk eredménnyel. Vannak világbajnok tanítványaink, többszörös világbajnok tanítványaink, úgyhogy úgy gondolom, hogy teljesen eredményes és sikeres az itteni karate edzés. Miközben kettő dombovári fiatal az olimpián tette próbára magát, Halmai Petra úszásba és Tóth Lili Anna atlétikába, 3000 méteres akadályfutásba, mi is a városunkat képviselve magyar válogatott tagjaként Szlovéniába szerepeltünk. Ez egy utánpótláskorú, illetőleg felnőtt Európa-bajnokság volt. Kiválóan szerepeltünk, összességében 6 arany, 6 ezüst és 7 bronzérmet szereztek a tanítványaim, illetőleg szerénytelenségem is ebbe a kategóriába tartozik. Én is próbálok példát mutatni a tanítványoknak, és a veterán kategóriába el szoktam indulni ilyenkor, és hát most még a szerencse is annyira mellénk állt, hogy ebbe a kategóriába egy háromfős csapatforma gyakorlatban én is a dobogó legfelső fokára állhattam föl. Alapvetően közlekedésmérnök vagyok, de a szakmámból adódóan ugye szükség volt a ismereteim bővítésére, akár közgazdaságtan, akár humán, akár informatika vonatkozásában, hogy még sok irányúbb legyen a rálátásom ahhoz, hogy még jobb vezető tudjak lenni. Nagyon jó érzés, és én mindig azt szoktam emögött látni, hogy valójában a dombovári karate életnek ez egy újabb elismerése. Nem a Szabó Csabának, aki most épp az élen halad, hanem annak a csapatnak, aki ezt a teljesítményt ezt letette az asztalra.